Sziasztok! A Daimler 2021-es termék kínálatában a Pergetre motor sorában megjelenik egy teljesen új motorcsalád, ez pedig a Procyon. Próbáltunk utána nézni, hogy mit jelent ez a Procyon, hát azon túl, hogy a mosómedve latin nevének az első tagja, másra nem jutottunk. Talán ez a kis mintázat, ez az érdekes mintázat, ez segít majd megkülönböztetni a többitől. Egyébként maga a bocsalád az magában foglal egy spinning jellegű, egy jigger jellegű, egy ultralight karakterű és egy travel kivitelű szekciót, tehát alapvetően négyféle van belőle. Itt a kezemben, amit fogok, ez egy UL pálca. Itt egy meglehetősen feszes Daimler Exclusive HVF karbonból, ugye X45-ös, tehát 45 fokos karbonszál elrendezésű plankra készített bot ez, ami tűspicces, és még itt a spic végét egy ilyen jól láthatósági kis fehér bandázsal megjelölték nekünk, ami rossz fényviszonyok között mondjuk egy finomabb kapást könnyű vele érzékelni. Az UL-verziához képest azért sokkal határozottabb, feszesebb a Jigger verzió. Hát kifejezetten gyors, pillanatokat visszaáll, és azt kell róla még tudni, hogy ez ugyan egy rövidebb modell, de 270-es hozban súlyozást kapott a nyél vége. Ez nem cserélhető súly, ez fixre benne van, így viszont igazán kimagaslóan jó lett a 270-esnek a kiegyensúlyozottsága, tehát a bot egyensúlya is. És végül, de nem utolsó sorban, bár most ugye a Covid alatt az utazásokról kevesebb szó esik, de aki helytakarékosan tárolható jó botot szeretne, az ugye a Procyonnak ezzel a travel verziójával ilyen bőrönbe még beférő 60 centis darabokra szerhető bottal nekiláthat a csomagolásnak. Szerintem akár egy, hát azt nem mondom, egy kesztyűtartóba, de az autóban is nagyon kényelmesen elfér így, és tényleg egy teljes érték, akár ilyen komoly, hosszú pergetőbotot kapunk vele.